madárgyűrűzés a tavaszi fél évünk első legnagyobb programja, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen népszerű ez a programunk, és hogy ilyen sok fiatal ide ellátogatott hozzánk. Igazából ezekkel a programokkal az a célunk, hogy egy kicsit kimozdítsuk a hallgatókat a természetbe, hogy rácsodálkozzanak a természet adta szépségekre. Nagy segítségünk, hogy a bizottságunk tagja az oktatói társelnök Kövér László, akinek ez abszolút szakmába vág ez a madárgyűrűzés, illetve nagy szakmai segítséget kaptunk a természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszéknek a vezetőjétől, dr. Juhász Lajostól, aki tulajdonképpen a program szakmai koordinálását végzi itt nálunk, úgyhogy szervezés tekintetében az ő felkérése, majd pedig az itteni technikai feltételek leszervezése volt előkészület, illetve előtte már elkezdtük a madarakat ugye már novemberben etetni, és erre folyamatosan odafigyeltünk, hogy mindig itt legyenek a madarak. A Környezetvédelmi Bizottság tavaszi fél éven nagyon színes lett. Elindult egyrészt a hallgatói közösségi kert, ott elkezdődtek most már a jó időbe köszöntével a munkálatok. Üzemel az egyetemi madárbarát mintakertünk, a Zöldpont iroda és közösségi térben állandó kiállításokkal várjuk a hallgatókat. Két nagyobb programot szeretnék megemlíteni. Lesz a földúrája, amikor a Kossuth Lajos kollégiumoknál lekapcsoljuk a villanyt az energiatakarékosság jegyében, illetve a nagy takarításunk, amikor a Nagyerdőre megyünk ki és különböző pontokon szemétszedési akciókat szervezünk, illetve ökoesteket is fogunk tartani továbbra is, ami kisebb körben családias programokat jelentenek, amikor aktuális környezetvédelmi témákról beszélgetünk. A Környezetvédelmi Bizottság szervezte ezt a mai akciót, immár 5. alkalommal. Mindig így tévégén, tavasz elején szoktuk ezt tartani. Célja az, hogy az érdeklődő hallgatóknak és mindenki másnak itt a kampusz területén bemutassuk azt a folyamatot, amit madárgyűrűzésnek nevezünk. Ennek a lényege, hogy madarat kézbe kell fogni. Ez általában úgy történik, hogy egy hálóval fogjuk meg őket, madárfogó hálóval, és a madáretetőnél, hiszen a madáretetőt most még rendszeresen látogatják a madarak, tehát nagyobb eséllyel kerülnek a hálóba. A befogott madarakat megmutatjuk a nagyközönségnek, mielőtt elengednénk őket. Persze előtte a lábukra jelölőgyűrű kerül, ha már egyszer befogtuk, akkor ennek legyen egy kis tudományos értéke is. És aztán pedig a madarakat bemutatjuk mindenkinek, a főbb jellemzőiket, tojó vagy hím, színezetükről beszélünk, életmódjukról röviden, tehát próbáljuk egy kicsit a madarakat közelebb hozni az érdeklődőkhöz. Néhány faj került elő, széncinege, ugye ezek a cinegék látogatják leggyakrabban a madárvezetőt, barátcinege, ő már kisebb egyet számú, de rendszeres látogató, csuszka, tengeric és mezeiverép, amelyek télen itt vannak, állandó madarak, és a madárvezetőink rendszeres látogató.